Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Én alig voltam erősbb és rettenetesbb harcon és viadalom, mint ez vala. Kezemben tartom ezt a nagyszerű kiadványt, a keresztény és az oszmány fősereg harca 1601-ben, Bagi Zoltán Péter jegyzi. Erről fogunk beszélgetni vendégem, Gál Attila, Iszkaszentgyörgy polgármestere, szép jó estét, és Ampli Ferenc hagyományőrző huszárőrnagy, a Fehérvári Huszárok Egyesületének parancsnoka. Szervusztok! A nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy a Sáréti ütközetről kell, hogy beszélgessünk, hiszen óvatatlanul is kevés szó esik róla. Méltatlanul kevés, teszem hozzá. Igen, nekünk Iszkaszentgyörgyieknek lett az elmúlt időszakban izgalmas ez a történet, ugyanis kezünkbe került Vattainak ez a műve, amelyben ő azt írja: azért éjszaka minden készen vala, vasárnap reggel tábor megindul, a nádasdi hada előjáróvala, Szentgyörgy föliben egy hegyre kiála. Az alatt tábor patakon költözik, előjáróra sok török érkezik, puskával nyillal őket lövöldözik, urak serege visszarugaszkodik. Száguldván őket török környülvevé, az urat egyik csak közel eléré, vitéz nádasdi lovát megtéríté, az hegyes törrel törököt leveré. No, hétfő reggel még kijebb menének, Szentgyörgy mezőre egy hátra érének, sereget szépen mezőn röndelének, Duka Mercury-től jól intéztetének. Nos, ezt olvastuk Vattai Ferencnek az énekes könyvében, és hát ennek a kapcsán kezdtünk el beszélgetni a képviselőkkel, alpolgármester barátommal arról, hogy nem tudunk szinte semmit erről a csatáról Iszkaszentgyörgyön, és hát azt gondolom, hogy nem csak Iszkaszentgyörgyön izgalmas ez a történet, mert ugyan Vattai az énekeskönyvében Iszkaszentgyörgyöt említi, a Szentgyörgy fölében a hegyet, illetve a Szentgyörgy mezejét, de valójában ugye ez az 1601-es szeptemberi székesfehérvári csatát, várvívást követően arról a csatáról szól, csatározásról Vattai énekeskönyve, amelyikben gyakorlatilag egy nagyon jelentős győzelem születik, hiszen a 15-20 ezeres keresztény sereg megállítja az 50-60 ezeres oszmán sereget. És arról beszélgettünk, hogy egyrészt nem tudunk erről, milyen kár. Megdöbbentő, hogy ahogy Fehérvárról Iszkaszentgyörgy határba megyünk, van egy Szentgyörgy kápolna, és sokáig beszélgettünk arról, hogy vajon ez a kápolna mi lehet. Hát ugye mendemondák kapcsán azt mondtuk, hogy hát ott győzte le Szentgyörgy a sárkányt, és annak a tiszteletére emeltették, de ezt tudtuk, hogy ez egy német eredetű kápolna, és Németországtól, hogyha jövünk erre fele, talán az egyik legkeletebbre lévő kápolna ez, ilyen képekből áll, négy oldalas, és gyakorlatilag összeraktuk ezeket a mozaik kockákat, hogy hát ez a Szentgyörgy mezei csatának lehet az az emlékkápolnája, amit el is felejtettünk, hiszen azért évszázadok teltek el. Igen, hát tulajdonképpen ezért vezettem be, úgyhogy ez a beszélgetés egy figyelemfelhívás. Fontos, hogy emlékezzünk, de fontos, hogy a győztes csatáinkra is méltó emléket állítsunk, és azt hiszem, hogy erre a hagyományőrző Huszár Egyesület, tehát a Fehérvári Huszárok Egyesülete nagyon is alkalmas, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ti folyamatosan ezen dolgoztok. Igen, de hát mint a huszárok és a huszárság már akkor is jelen volt abban a korszakban, hiszen a huszár szó, mint jelentésében azt a fergeteges, könnyű lovasságot jelenti, akik ebben az időszakban is harcoltak, csak a mai lembenek a huszár az egyből azonosul a reformkori huszársággal, első világháborús huszársággal, és nekünk, mint Fehérvári Huszárok Egyesület tagjainak azért... Hát abban a reformkori időszakban van teljesen nekünk létünk és szerepünk, és mint katonai hagyományőrzésben pedig azokkal a korszakok képviselőivel, aki például a török korszakot képviselik, vagy akik képviselik a hajdú korszakot. És ezen gondolkodás után és egyeztetéseken keresztül volt lehetőség már több ízben vendégül látni, és ővelük együtt magát a Szentgyörgyi csatának legalábbis még a kezdő lépéseit megtenni, hát a találkozást. Így a tatabányai török hagyományőrzőkkel, vagy a kapuvári hajdúkkal. Igen, hát ez a Zámoly csókakő Bodaj Kiszka-Szentgyörgy vonal egyébként is arról nevezetes, hogy a csata a fehérvári ütközeteknek a legjelentősebb helyszín. Színei. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy milyen fontos ez a csata, hiszen ez szervesen kapcsolódik a Nagy Magyarország akkori nagy ütközeteihez, hiszen ne feledjük, hogy Erdély akkor erősödött meg, Erdély aranykora következett be, Bocskai és Betlen az ő nagy harcaik, igaz, hogy és ők is a török ellen. Most ez számunkra is azért fontos, mert hogy
Vatai könyvből is kiderül, hogy ez egy győztes csata volt, és ezt nem győzöm hangsúlyozni. Milyen eszköze van Iszka-Szentgyörgy településnek arra, hogy valóban egy olyan méltó emlékhelyet állítson, hogy azt megsüvegelhesse a köznapi ember is, és milyen eszközei vannak arra, hogy ez a figyelemfelhívás egyre több emberhez eljusson? Mert azért valljuk meg, nagyon fontos, hogy a köznapi ember is értse és tudja, hogy mi történt ott. Hát egy kis falu esetében azt gondolom, hogy kis léptékben gondolkodunk, de természetesen abban gondolkodtunk a képviselőtestettel, hogy ez van annyira fontos, ez a csata, és ennek a csatának a megjelenítése és hírüladása, hogy egy területfejlesztési operatív programba pályázatot adtunk be, egy 130 millió forintos értékű pályázatot, amelyben gyakorlatilag még mindig nincs végeredmény, és amelyben mi abban gondolkodtunk, hogy egyrészt létrehozzunk egy olyan emlékhelyet, amelyet körülbelül lokalizáltunk a történésszel, meg azokkal a rajzokkal, amelyek a korszakból megjelentek, egy részkarcon a fehérvári csata jelenete megvan, illetve van egy sárvári Nádasdivárban egy Alba Regaliszi fehérvári csatának a freskója, és hát gyakorlatilag azt mondtuk katona emberekkel, hogy nagy valószínűség szerint az a hegyhát, amire Nádasdi felmegy és ahol megütközik, az éppen az a terület lehet, ahol a mostani római katolikus templom és a grófi kripta helyezkedik el, tehát amögött van nekünk éppen egy kőfejtőnk, és ez egy kitűnő adottságot teremtene arra, hogy mi egy olyan emlékhelyet hozzunk létre, ami egyben egy szakrális hely. Tehát a grófi kripta környezetében és a katolikus templom környezetében én azt gondolom, hogy el lehet mélyedni, lehet imádkozni, lehet fohászkodni, gyakorlatilag egyfajta időutazást lehet tenni, és az a tér, ami a grófi kripta mögött van, az pedig alkalmas arra, hogy néhány olyan kőből, fából épített emléket létrehozzunk, amelyik alkalmassá válik arra, hogy adott esetben az Iszka-Szentgyörgyi kerékpárúton, akár osztálykirándulás keretében gyerekek kijöjjenek Székesfehérvári iskolából, és egy kinti történelemórát tartsanak. Tehát mi abban gondolkodunk, hogy egy olyan emlékhelyet hoznánk létre, ami lenne egyrészt egy táborhely. A táborhely, ahogy itt most körülüljük ezt az asztalt, körülülnék úgymond a diákok azt a tábortűz helyet, ami melegedés biztosított számukra. 1601-es időszak, ez egy kis jégkorszakként is apostrofálják, tehát nagyon hideg van. Éppen az a döntéshozóknak, Mátyás főherceg éppen azt határozza el szeptember 20-át követően itt Fehérváron, hogy hát Fehérváron felrobbantották ugyebár a templomot, a lőszerraktár a Pipótoronyban felrobbant, tehát gyakorlatilag a lovaknak, az állatoknak, az embereknek nincs élelem, és nincs tűzifa sem, tehát kihelyezzik a tábort Fehérvártól 15 kilométerre Csókakő irányába, hiszen Csókakövet visszafoglaljuk, és akkor gyakorlatilag van tűzifa, a bakonyból, másrészt pedig az egy olyan pont, az Iszka-Szentgyörgyi dombság, ami lehetőséget biztosít arra, hogy rálássunk, rálásson az akkori ember is Fehérvára és a török hadmozdulatokra, amik aztán bekövetkeznek a későbbiekben. Fekete még ugye Nádasdiról azért tudnunk kell természetesen, mint parancsnok, mint vezér, egy nagyszerű személyiség volt. Viszont a hagyományőrzők miként tudják mindezt megjeleníteni, hiszen ezt tartalommal kell megtölteni, és hogy ne akció legyen, mert az rossz ízű szó egy ilyen történésre nyilvánvaló, azért el kell dönteni, hogy milyen különböző eseményekkel töltitek meg ezt tartalommal. Vannak erre tervek? A hagyományőrzők önmagukban egy nagyon hozzáértő szakmabeli útmutatást tudnak adni, mert a jelen korszakukban a legtökéletesebben ismertek a megjelenéssel, a harcmodorral, a viselkedéssel. A fehérvári kartforgatóknak a csapata, akik királyi kartforgatók csapata, akik szintén ennek a kornak a képviselői, tehát annál méltóban, és mint említettem, a törökkor vagy a hajdukornak is a hajduknak a megjelenését, de nem csak ő rájuk, hanem inkább azt lehetne mondani, hogy az ő
segédletükkel, de valójában várunk mindenkit. Várjuk a Iszka Szentgyörgyön élő embereket, a diákokat, talán a családtagokat is szintén, akikkel együtt lehetne ezt az egész eseményt úgy rekonstruálni, ami majd a későbbiekben szépen önmagát is fogja majd felruházni és ölteni. Hát ebben a hagyományőrzőknek fontos feladatuk van. Tehát a terv már megvan, az elképzelés remek, azt hiszem, hogy Siklósi Gyula, ha onnét föntről néz benneteket, akkor elégedetten bólinthat, hiszen neki is szívügye volt ez a történet, a fehérvári ütközet. Mikor elkezdődött a munka? Igen. Mikor számolhatunk be közvetlen eredményekről? Az a könyv, amit a kezünkben tarthatunk, és szerkesztő úr most megfogott, az már egy közvetlen eredménye ennek az elképzelésnek. Tavalyi esztendőben jelent meg Bagi Péter Zoltán, Csongrád megyei levéltáros tollából ez a könyv, ami nagyon jól összefoglalja ezt az 1601-es évnek a nem csak a hadi eseményeit, hanem a hátterét is. Tehát nagyon romantikus elképzeléseink vannak adott esetben egy 17. századi hadakozásról. Azért a könyvet olvasva látjuk, hogy micsoda komoly nehézséggel szembesült a Habsburg birodalom, hogy csapatokat toborozzon, a megfelelő pénzt összegyűjtse, és ugyebár ez a könyv is, ha jól emlékszem, az első gondolatok azzal kezdődik, ami talán ismerünk, és nem is az olasz kondottiérének tulajdonítunk, hanem valaki másnak, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Nagyon jól rámutat ez a könyv arra, hogy milyen nehézségekkel szembesül az oszmán porta, milyen nehézségekkel szembesül a Habsburg birodalom, hogy azt a pénzt összegyűjtse, amiből aztán a zsoldosokat fel tudja fogadni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az első eredmény. A második eredmény maga az a kész projekt elképzelés, amit mi pályázatban beadtunk a területfejlesztési operatív programba, és a végeredménye még nincs meg. És hát gyakorlatilag Cserpalkovics András polgármester urat is megkerestem ezzel kapcsolatosan, aki támogatásáról biztosította projektünket, mert hiszen amikor szeptemberben együtt ünneplünk Vatai szobránál, akkor hát mi itt vagyunk, alpolgármester úrral jövünk és koszorúzunk a Vatai társasággal együtt, mert hogy nekünk is szívügyünk, és azt gondolom, hogy nem csak nekünk Iszka Szentgyörgyieknek, hanem igenis el kell mondani a minél több embernek, hiszen a bodajkiak, a csókakőiek, a kincsesbányaiak, a fehérvárcsurgóiak, a sörédiek, a zámoiak, ezek mind-mind büszkék lehetnek arra, hogy az ő területükön egy olyan csata folyt, amelyik egy győztes csata volt. És amikor a mai aktuál politikát nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van üzenete. Tehát nem egy egyszerű csatáról beszélünk, és kihelyezünk egy emléktáblát, és akkor na az ott van, hanem arról van szó, hogy van egy győztes csatánk. És ez egy 15-20 ezres keresztény sereg megállít egy 50-60 ezres nagyvezír által vezetett sereget. Gyakorlatilag egy a háromhoz. És ugye mindig büszkék vagyunk arra, hogy hú, hát a 48-49-es szabadságharcban is milyen keményen küzdöttünk, ugyebár. Nem utolsó sorban ezen a csata színhelyén vesztette az oszmán oldal és a nagyvezér. A három pasát. Így van. És tehát nem egy kis csetepatéről beszélünk, hanem egy nagy jelentős katonai esemény. Egy esztendő az rendkívül fontos volt az építkezés szempontjából és a jövő szempontjából, amit a török uralom nélkül tölthetett el a nép. Nos, én, uraim, ehhez kívánok nagyon sok sikert. Mi a magunk részéről már, mint a Fehérvár Médiacentrum felületein természetesen beszámolunk a munkáról, és köszönettel vettük természetesen a szíves invitálást, és lehetőségeinkhez mérten természetesen folyamatosan beszámolunk erről a munkáról. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, amelynek témája egy nagyon-nagyon fontos 1601-es ütközet volt, a Sárréti ütközet, amely egy győztes csata volt, és az Iszka Szentgyörgyiek döntése alapján pedig talán rövidesen egy olyan emlékhelyet látogathatunk meg esztendőről esztendőre, ami méltó emléket állít ennek a győztes ütközetnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!